Ádám egy úgynevezett összegző és búcsú verset mond el a gáztűzhelyek mellett. A saját kisfilm az tulajdonképpen egy öngyilkos gondolatokba préselt búcsúzenet, ami valójában nekem olyan érzés volt, mintha kiöntöttem volna a lelkemet a országvilág elé. Kinyitja a csapokat, és folyamatosan igyekszünk a feszültséget fenntartani, hogy vajon mi fog történni a végén. Hatalmas élmény volt, hogy a konyhai millióban kellett forgatnunk, és megpróbáltunk elbújni egymás elől, hogy ne látszódjunk egymás felvételein. Ádám kisfilmjében a mély érzelmek tetszettek a legjobban, amiket át tudott adni, és hogy végig ott láttam a felvételen, nekem is sok tanulság ott jelentett. Teljesen megvolt a hangulata annak, hogy a konyhapulton kuporokba vettük fel Ádám videóját. Nem egy dekadens és egy szomorú versfilmet szeretnénk megmutatni, pontosan egy összegzőt és pontosan egy olyan irodalmon keresztüli segélykiáltást, amely lehet, hogy új köntösbe helyezi Kányádi Nökezen versét.